Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves mindannyiukat advent harmadik vasárnapján. Ezt a vasárnapot úgy hívjuk, hogy örvendetes vasárnap. És a mai napon a rózsaszínű szalag fölötti gyertyát gyújtottuk meg, hiszen a rózsaszínnek az üzenete az öröm. Akik voltak misén, hallhatták a Szentleckéből, hogy legyetek mindig derűsek. Megvan az okunk a derűre, megvan az okunk az örömre, hiszen karácsonyra készülünk. Ahogy olvashatjuk a Filippiekhez írt levélben, az Úr közel van. A mai este egy gyönyörű, szép programnak, karácsonyi műsornak lehetünk majd szemtanúi és fültanúi, szeretett testvéreim. Az iskolások a pedagógusokkal együtt nagyon sokat, meg a zenekar is nagyon sokat készültek erre a szép műsorra. Örülünk annak, hogy templomunk ismét helyet adhat ennek a szép előzetes karácsonyi műsornak. Fogadjuk az iskolásokat és a műsorukat nagy-nagy szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Weihnachten. Das soll für dich bedeuten? Stille Augenblicke. Zeit zum Innehalten. In fröhlicher Gesichter zuschauen. Überraschungen. Die gelinge. Ganz unverhoffte Glücksmomente. Dich an gute Zeiten zu erinnern. Nette Begegnungen. Kinderlachen. Herzensfreude. Leise Melodien. Großzügige Gesten. Sternschuppennächte. Lichterfunkeln. Ein warmer Platz an kalten Tagen. Feiertagsgefühle. Großartige Kleinigkeiten. Wunschlos glücklich Momente. Kleine Lebenswürdigkeiten. Gute Gedanken. Geborgenheit. Jemand, der dir ein Lächeln schenkt. Kleine und große Wunder. Ahogy a karácsony közeleg, szívünk egyre jobban tele van várakozással, melegséggel és hálával. Szeretném megosztani önökkel, hogy mit is jelent számomra ez a csodálatos ünnep. A karácsony csendes pillanatok varázsa, amikor az idő megáll. Ebben az időszakban még több figyelmet szentelek arra, hogy felfedezzem a boldog arcokat. Örömmel tölt el, amikor az apró meglepetéseim, gesztusaim célba érnek. Önfelettel elfogadom a váratlan ajándék morzsákat, örülök a megcsillanó hópehelynek és az előbukkanó napsugárnak. A karácsony számomra az emlékezés ünnepe is, amely során hálásan tekintek vissza az elmúlt esztendőre, a szeretetben együtt töltött órákra. Most még jobban igyekszem elkapni a pillanat varázsát, szívembe zárni a most örömét. A karácsonyi ünnep az édes dallamokat, a finom illatokat, a baráti gesztusokat is jelenti. A karácsonyi hideg mégis csodálatos téli éjszakán felragyognak a csillagok, ahogy bennem is felébred a szeretet és a hála. Boldog vagyok, mert itt lehetek. Boldog vagyok, mert egészséges vagyok. Boldog vagyok, mert szeretet és béke vesz körül. Ebben a csodára áhítozó időszakban kívánom, hogy minden pillanat legyen tele boldogsággal. Kísérjenek csodás gondolatok, érezd magad biztonságban, és ne feledd, a karácsony különleges varázslatában minden kicsi és nagy csoda valóra válik. Thank you.
Pilinszky János, advent. Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött. Télen az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és felfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és jogosabb birtoklás se, mint szeretnünk azt, ami a miénk, akit szeretünk és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi meglepetés. Lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk. Szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk. Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt, hogy a karácsony, a szeretet és az advent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik. S már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé, szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől, szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépjesebb és legelviselhetetlenebb. A hetek, órák, percek kattogó szemtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár. Adventi hírnök, friss fenyőág, lobog az első gyertyalán, karácsonyt vár a lázban a föld, isteni gyermeket köszönt, újjong a szívünk, egyszer négy gyertya. Annyira nagy volt körülöttük a csend, hogy tisztán lehetett hallani, amint beszélgetnek. Azt mondta az első. Én vagyok a béke, de az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni. Néhány pillanat múlva már csak egy füstölgő kanuc emlékeztetett a hajdalán fényesen tündöklő lángra. Azt mondta a második. Én vagyok a híd. Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs már értelme tovább égnem. A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot. Szomorúan így szólt a harmadik gyertya. Én a szeretet vagyok. Nincs már erőm tovább égni, az emberek nem törődnek velem. Semmi beveszik, hogy milyen nagy szükségük van rám. Ezzel ki is aludt. Hirtelen belépett egy gyerek, mikor meglát a három kellő gyertyát, felkiáltott. De hiszen nektek égnetek kéne mindörökké. Elkeseredésével sírva fakadt. Ekkor megszólalt a negyedik gyertya. Ne félj, amíg nekem van lángom, meg tudom gyűjteni a többi gyertyát, én vagyok a remény. A gyermek szeme felragyogott,
megragadta a még égő gyertyát, s lángjával életre keltette vele a többit. Adventi hírnök, friss fenyő ág, lopog már három gyertyalán, nőnak az évek, életünk száll, de útunk végén Jézus vár, újjong a szívünk, darra gyúr, nincs már messze az Úr. Adventi Mentovics Éva, mese a karácsonyról. Elérkezett már december, foga van a télnek, házak meghitt melegében, kis gyertyácskák égnek. Falu végi házikóban fénylik minden ablak, takaros kicsiny házban iskolások laknak. Édesanyjuk vacsorát főz, apjuk mesél neki. Szóljon most a karácsonyról, kedvesen azt kérik. Mosolyog az édesapjuk, szívesen mesélek, hisz karácsony a legszebb ünnepe az évnek. Megszületett a kis Jézus, mindenki őt várta, boldogságot, melegséget hozott a világba. Decemberben e napon van születése napja, ezt ünnepli kerekföldünk apraja és nagyja. Ünneplőbe öltöztetjük szívünk és a lelkünk, szép karácsony érkezését boldogan köszöntjük. Thank you.
Wenn's mir wieder erlaubt sein, dann werd ich treten da herein. Herein bin ich getreten. Wenn alle Kinder schön fleißig beten und singen, dann werd ich ihnen die goldene Gabe bringen. Wenn sie aber nicht schön fleißig beten und singen, dann wird die Rute umherspringen. Maria, Maria, sprich nicht so hart, es wird geschehen nach deinem Wort. Jetzt werde ich mich noch einmal bedenken und werde den Kindern die goldene Gabe schenken. Es soll sein, o herzliebster Josef mein, komm rein und wieg das Kindlein ein. Wie soll ich das kleine Kindlein einwiegen? Ich kann meinen alten Stabuckel nicht bücken. Jungfrau rein, ich wieg das Kindlein ein. Es soll sein, o herzliebster Josef mein, was soll dem Kind sein Wiege sein? Krippe soll die Wiege sein. Es soll sein, o herzliebster Josef mein, was soll dem Kind sein Hemdlein sein? Schlarchen soll sein Hemdlein sein. Es soll sein, o herzliebster Josef mein, was soll dem Kind sein Name sein? Jesus soll sein Name sein. Jesus soll sein Name sein. Gloria, Gloria, wie einig ist das Leben, wir wiegen mit Freude das kleine Jesulein und lasst uns stolz ihm dienen in aller Ewigkeit. Auf ihr Hirtlein, das Schifflein, das Schiff, das Kind ist geboren, wir haben's gesehen. Die Engel vom Himmel, sie kommen herab,
Sie eilen zum Bethlehemstall. Dort finden sie das Kinderlein grüßen. Da fallen sie alle zu Füßen. O Jesulein süß und o Jesulein süß, der Tag ist vergangen, die Nacht kommt herbei. Ist Jesus, Maria und Josef dabei? Gelobt sei Jesus Christus in aller Ewigkeit. Glückseliger Feiertag, spannt ein Runzelwagen, das wird die Straße den Himmel umfahren. Wir wünschen euch glückselige Weihnachten. Oh, yeah.
kedves vendégeink, kedves szülők, kedves nagyszülők, kedves gyerekek, kedves rokonok, kedves kollégáim! Szeretettel köszöntök mindenkit itt decemberben, harmadik advent vasárnapján, az iskola karácsonyi ünnepségén. A karácsony az örömhír, a békesség, a szeretet ünnepe. Így a naptári év végéhez közeledve megérint bennünket a karácsony varázsa, amely nem csak a kereszténység, hanem a család, a békesség, az életbe vetett hit ünnepe is. Az ünnep meghittségét, harmóniáját elsősorban magunknak kell önmagunkban megteremteni. A karácsonynak örök üzenete van számunkra, amelyet minden felnőttnek kötelessége a gyermekeknek továbbadni. A szeretet, a törődés, a tisztelet, az egymás iránti türelem, a mások megértésének szándéka, az önzetlenség és a békesség megteremtésére való törekvés. Azt üzeni a karácsony, hogy meg kell tanulnunk tiszta szívvel, szeretettel örülni. És az igazi öröm csak akkor és úgy születhetik szívünkben, ha másokat is örülni látunk. Ha a betlehemi istáló fényei nem csak a mi arcunkat világítják meg, hanem másokét is. A szeretet példamutatással terjed. Törekedjünk arra, hogy a képzeletbeli naptárunkba minden napra egy cseppnyi karácsonyt jegyezzünk elő. A gondterhelt hétköznapok során is pazarlóbban kellene bánnunk a szeretet kincseivel. Sokszor az utcán, vagy bárhol, ahol megyünk, elég egy kedves szó, egy kéznyújtás, vagy egy simogatás. Mosolyogjunk a velünk szembe jövőre. Figyeljünk egymásra. Ő is mosolyogni fog ránk. A karácsony fénye mellett, akár szenteste, akár most a fények mellett, szorítsuk meg egymás kezét, és mosolyogva biztassuk egymást. Vigyázzunk családunkra, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra, az egészségünkre, mert ez egy régi nagy mondás, ha egészség van, az ember csodákra képes. Őrizzünk meg ebből az ünnepi pillanatból morzsákat az eljövendő év hétköznapjaira, hogy azokból is kicsit ünnepit, kicsit méltóságteljest és hétköznapitól eltérőt varázsoljunk. Liebe Kinder, Eltern und Großeltern, in den nächsten Tagen widmen wir immer mehr Zeit unserer Familie, damit wir Weihnachten in aller Ruhe feiern können. Ich wünsche Ihnen im Namen unserer Schule gesegnete Weihnachten und ein gesundes, frohes Neujahr. A mi kis szeretett koncertünk átszellemült hangulata kísérje Önöket advent hátralévő napjaiban. Kívánok Önöknek és nektek, gyerekek, szeretteitek közében eltöltendő áldott karácsonyt, és valamennyi álmukat beteljesítő, egészséget hozó, békés, boldog új esztendőt. És végül engedjék meg, egy újévi jó kívánságot találtam éppen a minap, amit szeretnék Önökkel megosztani. Új év éjszakáján kívánunk sok szépet. Minden földi fénynek erőt, egészséget. Békét a szívünknek, békét a családnak, békét az egész világnak. Csendes éj, kegyteli éj, mindenek álma mély, nincs fenn más, csak a szent szülepár, drága kisdedük álmainál. Stay.
tudni, hogy 2023-ban is vannak még olyan gyerekek, illetve vannak olyan pedagógusok, akik ezt a hagyományt, ezt a dalt megtanítják a gyerekeknek, és majd a Szent Este délutánján, estéjén házról házba járva mindenkinek elviszik az örömhírt. Ez a Christkindlspiel, ez nem csak egy hagyomány, hanem ez egy életérzés is itt Tarjánban. Én nekem a nagymamám, a keresztanyám, én magam is, és most már a lányom is tudja ezt a dalt. Örülök neki, hogy nagyon sokan vagyunk, akik ezzel hasonló módon vannak. Nekem egy régi álmom, hogy egyszer mindenki, aki valaha énekelte ezt az éneket, vagy mindig is szerette volna énekelni, de ő abban az évfolyamban nem tudott bekerülni a csapatban, az most ide állhasson, és együtt közösen elénekelhessük ezt a dalt. Nem olyan régen egy különleges embernek kerestem egy idézetet. Most szeretném ezt megosztani veletek is, önökkel is, mert azt gondolom, hogy ez a mai napra nagyon is illik. Egy pillanat, már a papíron kicsit rontja. Félszárnyú angyalok vagyunk mindannyian, ezért csak akkor tudunk repülni, ha a másikat átöleljük. Legyen most ez a pillanat egy ilyen pillanat, amikor átöleljük gondolatban egymást, azzal, hogy feljövünk a színpadra, és együtt közösen elénekeljük ezt a dalt. Ezért kérek mindenkit, aki valaha énekelt, illetve szeretne most részt venni, az legyen kedves, fáradjon ide a színpadra, és ha ő angyal volt, akkor álljon az angyalok köré mögé, ha pásztor volt, a pásztorok mögé, Mária és a József mögött foglalja el a helyét. Spontan, spontan, unser Herr, das ist das Leben, das wir haben.
Köszönöm, hogy szívünket állják.